gyerünk, itt a cél! Szevasz Balázs, hello! Szia. Nem akartalak megzavarni itt a nagy tréning közben. Én tudom, hogy nagyon régóta futsz, és azt is tudom, hogy a futás, mint olyan önmagában már lehet, hogy nem is elég. Igen, 5. éve futok, és egy ideje azt érzem, hogy nem elég már csak a futás, monotonná kezd válni, illetve hát vannak olyan évszakok vagy évek, amikor úgy érzem, hogy egy kicsit úgy kezdek kiégni a futástól, és kell valami más, ami kicsit színesít, és akkor itt jött az ötlet, hogy egy akadállyal gazdagított futás, illetve olyan futóversenyeken való részvétel, ahol akadályok is vannak, ettől egy kicsit úgy megbolondítottam tulajdonképpen az edzésterveket. Na hát akkor nézzük is meg. Oké. Ott egy fa. Hát nem semmi azért, futás közben, ha nem mer egy 4-5 ilyet beiktat a kis kocogásába, azért egy teljesen más típusú terhelés, mint a sima futás. Az elhivatottságod nekem nagyon tetszik, úgyhogy biztos, hogy neked szurkolok. Nagyon köszönöm. Hagylak is edzeni. Köszönöm. Jó szépen. Készülést. Okay, is. Ciao. Jó verseny, ciao. Balázs említette azt, hogy érdemes edzővel készülni egy ilyen kihívásra. Neked edzőszemmel hogy néz ki egy felkészülés? Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes szakember tanácsát megfogadni az ilyen jellegű futásokra, hiszen ezek a futások ugye rengeteg izomcsoportot vesznek egyszerre igénybe, tehát mindenképpen az edzésben is ezt figyelembe kell venni, hogy olyan gyakorlatokat kell használni, ahol egyszerre sok izomcsoport dolgozik, és ha lehet, akkor a törzsizmot erősítsük a legjobban, hiszen minden mozgás ugye törzsből indul ki. Úgy látom, hogy egyre divatosabbak azok a futóversenyek, amelyek mondhatni ilyen terep-akadály futóversenyek. Sokan beleuntak már a futásba, és keresik az új kihívásokat, az új élményeket, és hála Istennek egyre népszerűbb azoknak a tábor, akik ezt a fajta megméretetés, ezt a fajta élménykeresést kipróbálják. Vannak olyan versenyek, olyan megméretetések is, ahol úgynevezett élményfutamot vezetnek be, hiszen nagyon sokan szkeptikusak önmagukkal, nem hisznek önmagukba, úgy gondolják, hogy nem tudják teljesíteni a pályát, és az ilyen versenyeken például, ahol az élményfutam megvan, ott egy kicsit visszakönnyített büntető feladatokkal, tehát teljesítménykényszer nélkül, időlimit nélkül lehet megcsinálni a pályát. Bárki kipróbálhatja magát az ilyen jellegű hajszákon. Akiknek tehát unalmas a hétköznapi sima futás, azoknak ajánljuk az akadályfutást, hiszen lesznek újabb kihívások és izgalmak.